Mátyás király és a cinkotai kántor Egyszer Mátyás király az országot járván áruhában elvetődött cinkotára. No, ha már ott volt gondolta, bemegy a kocsmába és felhörpint egy pár czebort. A cinkotai kántor épp a kocsmában itt dogált, mikor Mátyás király bement. Mivel nem ült más a kocsmában, a király a kántor mellé telepedett. A kántornak azt mondta, hogy ő Mátyás király íródeákja. Parancsolt is mindjárt tíz itcebort. A kocsmárosné akart is, nem is hozni, gondba esett, hogy a fiatal deák kibírja-e fizetni, mert a deákoknak nem szokott pénzök lenni. Azt mondta Mátyás király. Csak hozzon, van sárga csikó! Ami azt jelentette, hogy van bíznála arany bőven. Alig hozta be a kocsmárosné a bort, oda két kétszál cigány egy nagy bőgővel, meg egy hegedővel, s elkezdtek játszani egy gyors talpalávalót. Ittak minnyájan, jó kedvük lett. Mátyás király elhúzta a szép kocsmárosnét táncolni. A tánc után aztán, mikor fizetni akar Mátyás íródeákja, keresi a sárga csikót, de az nincs sehol. Úgy tűnik, tánc közben elvesztette. Hozzá fognak keresni, mindenki kereste, a kántor négy kézláb is, de nem találták sehol. A kocsmárosné azt mondta, hogy itt marad az író deák zálogban. De a kántor azt mondta, hogy ő nem hagyja a deákot, hazamegy pénzért és kiváltja. A kántornak, mivel otthon pénze nem volt, az apja mentéjét zálogosította el, úgy fizette ki a szép kocsmárosnét. Öt húszast kellett fizetnie. Mátyás király látta a Kántor jó szívűségét, és azt mondta neki: Jöjjön fel Budára Mátyás király palotájába a feleségével. Őt szereti Mátyás király legjobban, ő az íródeákja. A Kántor azután nem sokára készült Budára, és mondta a feleségének, hogy ő is jöjjön fel vele. Mert Mátyás király íródeákja azt mondta, hogy őt is felvigye. A kántorné szitta a kántort, hogy nem volt elég, hogy azért az író deákért az apja mentéjét elszálogosította, most meg azt a pár rajcárt, amit azóta szerzett, azt is el akarja költeni. De a kántor nem engedett. A kántornénak is fel kellett menni Mátyás király íródeákjához Budára. – Nagy ember az, – mondta a kántor. – Őt szereti Mátyás királya legjobban. Felmentek azután Budára, Mátyás király palotájába. Az őrtálló katona már várta őket, és bevezette Mátyás király szobájába. Mátyás király a kántor apja mentéjét vette magára, amelyiket a kántor elzálogosított. A kántor és a kántorné csak néztek. Hogy került a mente Budára? A katona azután egy másik szobába vezette őket. Itt már Mátyás királyon a király mentéje volt, tele aranyjal, drága gyöngyökkel. Mátyás király ott ült a trónusán, a bárók meg a hercegek ott álltak körülötte. Akkor már tudta a kántorné is, hogy Mátyás királyhoz jöttek. Mátyás király akkor felállt, Elmondta az uraknak, hogy ez a jó szívű ember még az apja mentéjét is elzálogosította, csak hogy őt kiváltsa. Akkor az ő drága mentéjét akasztotta a kántor nyakába, és azt mondta a kántornak, hogy kérjen, amit akar. A felesége egyre súgta, hogy aranyat, gyöngyöt kérjen, de a kántor csak azt kérte, hogy cinkotán ezután kétszer akkora legyen az itce, mint máshol. Mátyás király meg is adta ezt. Sőt, még azt is, hogy a kántor, mert olyan jó szívű volt, ezután minden kocsmában ingyen Azután megvendégelte, s útnak bocsájtotta őket. A kántor némikor kijöttek is duruzolt, hogy miért nem kért a kántor aranyat, ezüstöt. Csak mikor kikutatta a mentét, hallgatott el, mert tele volt annak minden zsebe ezüsttel és aranyjal. Mátyás király és a mutatványos Egyszer egy mutatványos mutogatta Mátyás királynak, hogy mit tud. Egy kulcsukon egy szakajtó borsot áthaigált anélkül, hogy csak egyszer is megütötte volna a kulcsuk oldalát. Mikor vége volt a mutatványnak, majdnem földig hajtotta meg magát, gondolván, hogy most majd valami nagy ajándékot kap Mátyás királytól. De Mátyás király csak ezt kérdezte ha maga minden haigáláskor ennyi borsot elhaigál, sok borsra van szüksége, ugye? Sokra, felséges uram, mondta a mutatványos. Adjatok neki tíz zsák borsot, parancsolta Mátyás király a szolgáinak. Hadd legyen mit elhaigálni! A szamár csillagász Egyszer, mielőtt Mátyás király a kíséretével elindult sétálni a mezőre, megkérdezte udvari csillagászát, hogy lesz é eső aznap. A csillagász feltolta a szemüvegét, és azt mondta. Felséges uram, a csillagok állása szerint mára nem várható eső. Menjen csak nyugodtan sétálni. Sőt, ha kegyeskedik megengedni, én magam is felségeddel tartanék, mert ritka szép idő van. Mátyás így hát maga mellé vette kíséretébe a csillagást is, és elindultak a mezőre. Mentek, mendegéltek, sétálgattak. Egyszer csak megpillantottak egy juhászt, amint az épp a birkáit legeltette. Tőle nem messze egy fához kikötve állt a szamara. Amint elhaladtak mellette, a szamár egyszer csak írgalmatlan ordítozásba kezdett. Mátyás király ekkor megállt és megkérdezte a juhászt, hogy az állat vajon mitől íjjett meg ennyire. Nem ilyet, meg a semmitől, uram királyom, de ha esni fog az eső, mindig ezt csinálja. A király ekkor a csillagászához fordult. Hallod, mit mond ez a jó ember? Hallom, felséges uram, de tán csak nem fog jobban hallgatni egy szamárra, mint egy külországban híres egyetemeken képzett tanult csillagászra, felelte az gőgösen. A juhász eközben igencsak somolygott a bajusza alatt, és azt mondta Mátyásnak. De bíz királyom, én nékem még a szamaram sohasem hazudott. Varduljanak vissza, ha szabad tanácsolnom, mert itt nem sokára igen nagy zivatar lesz. A csillagász azonban csak kötötte az ebet a karóhoz, hogy őnéki már a csillagok végig napfényes időt jósoltak el annyira, hogy végül is meggyőzte a királyt, és ezért a sétát tovább folytatták. Alig mentek egy fertájórát, mikor hirtelen nagy szél kerekedett, összefújta a felhőket, s akkor a felhő szakadást csinált, amekkorát száz éve sem láttak az emberek azon a környéken. Elázott a király, el a kísérete, a csillagásznak még a szemüvegéről is csorgott a víz. Ahogy csuranvizesen bőrigázva, a nedves füvön csúszkálva botladoztak vissza a palotába, elhaladtak a juhász és a szamara mellett. Mátyás király a szamára pillantott, majd a mellette szemlesütve botorkáló csillagászra, és nagy fejcsóválva azt mondta. Na most végre látom már, hogy a szamár a csillagász, s a csillagász a szamár. Nincs mája, mint a csóri csukának Fehér vármegyében, Csór községben van egy vendégfogadó, mely már Mátyás király idejében is megvolt. Annak idején egy olyan kocsmáros birtokolta, aki annyira szerette a csuka máját, hogy a vendégeinek sosem adott belőle. Sőt, azt hazudta mindenkinek, hogy a csór mellett fogott csukáknak nincs is semmi májuk. Egyszer maga Mátyás király is elvetődött a fogadóba, s mert igen megéhezett, sült csukát rendelt a kocsmárostól. Az tüstént ki is hozta a finom, ropogósra sült csukát. De ahogy a király nézi, nézegeti az étket, látja, hogy ennek a csukának bizony hiányzik a mája. Ő maga ugyan nem szerette a csukamájat, mert egyszer gyermekkorában látta, hogy két ember úgy összevitatkozott rajta egy kocsmában, már hogy kinek jusson ez a finom falat a közös sülből, hogy egyszer csak kardot rántotta, és leszúrták egymást. No, ezóta, mint mondom, nem igen szerette a csukamáját. Ám ami jár, az jár. Ezért aztán kértőre vonta a csóri kocsmárost. Mondja csak, Kelmed, Hát hol hagyta ez a halamáját? Ó, felséges uram, füllentette az elvörösödve. Hát nem tudja felséget, hogy a csóri csukának nincs mája. No, erre már Mátyás király is megmérgelődött, hogy ez az arcátlan fickó nem állt a képébe hazudni. Aztán mond csak, kocsmáros, hát te meg nem tudod, hogy a palotai pálcának nincs száma? Amivel azt akarta mondani, hogy ha nem adja elő a csuka máját, bíz úgy megbotoztatja, hogy élete végéig megemlegeti. No, hogyan, hogyan nem, a kocsmáros szempillantás alatt előkerítette a májat, és nagy sűrű bocsánat kérések közepette feltálalta az ő felséges királyának, aki jó ízűen elfogyasztotta, mert hogy ezután ismét ízlet neki a csuka máj. A kocsmáros pedig megtanulta a leckét, és ezután mindig tisztességesen kiszolgálta a vendégeit, sose mondta többé, hogy a csóri csukának nincs mája. Mi van legtöbb a világon? Egyszer a főúrak Mátyás királynál voltak látogatóba. A király derekasan megvendégelte őket, majd ebéd után az asztalnál a vendégek és a házigazda nagy társalgásba kezdtek erről, arról, a világ dolgairól. Egyszer a beszélgetés afelé kanyarodott, hogy elkezdték találgatni, vajon mi van legtöbb a világon. Egyikőjük ezt mondta, másikójuk azt, a harmadik amaszt, amíg végül az udvari bolond is közbeszólt. Hallják-e nagyuraim? Én tudom, hogy mi van legtöbb a világon. No, erre már fölkapták a fejüket az urak, fel a király is. Hát akkor ha tudod, fagadták a bolondot. Ha igazad lesz, kapsz érte tíz aranyat. No, hát mondom én. Amiből a legtöbb van a világon, az bizaz az orvos! erre -e nagy nevetés, hahotázás, még ilyen sületlenséget, nem hiába bolond az a bolond, ilyen ostobaság is csak tőle telik ki. Mátyás idejében ugyanis olyan kevés volt a képzett, hivatásos orvos, hogy tízszer annyi is kevés lett volna. El is oldalgott szegény, kikacagott bolond, behúzódott a szomszéd szobába, az urak pedig folytatták tovább a diskurálást egyszer csak iszonyú nyögésre, jajgatásra lesznek figyelmesek. A hang a szomszéd szobából jött, ahová is betoppanva azt látják, hogy a bolonda földön fekszik, a hasát fogja, és szörnyű kínok közt jaj No, megijedt erre mindenki, Mátyás is, az urak is, hiszen minnyáján szerették a bolondot, aki különféle eszes mókáival annyiszor jókedvre derítette őket. Gyorsan az ágyra fektették, és egymás szavába vágva ajángatták, mit kellene vele tenni. Az egyik a hidegborogatást javasolta, a másik az érvágást, a harmadik a kamillás főzet mellett kardoskodott. Egy szó, mint száz, mindegyik javallott valamit. No, erre aztán egyszer csak fölpattant a bolond, és azt mondja Mátyás királynak. Felséges uram, látja, hogy megérdemlem azt a tíz aranyat? Hisz, ha egy palotában ennyi doktor van, mennyi lehet az egész világon? Vérré vált, mint barátban a lencse Volt Mátyás idejében egy kolostor, abban élt két szerzetes barát mikor egyszer a király arra jártában ellátogatott ebbe a kolostorba, és megkérdezte az itt lakó szerzetesektől, hogy hogyan megy soruk, miben segíthetne nékik. Ez a két barát szörnyen elkezdett panaszkodni, hogy a rendfőnökük szinte minden nap lencsét főzett ebédre, és ők már annyira iszonyodnak ettől az ételtől, hogy egy falat nem sok, annyit sem bírnak lenyelni belőle. No, segítek én a bajotokon, mondta a király. Azzal megparancsolta a rendfőnöknek, hogy azonnal zárassa be a két szerzetest egy szobába, és három napig száraz kenyéren és hideg vízen kívül semmi egyebet ne adjon nekik. Úgy is történt. A harmadik nap végén a király beküldetett a két fráternek két tál finom lencselevest, és megparancsolta az étket vivő szolgának, hogy hallgassa ki, mit beszélnek evés közben az be is vitte a lencselevest, melyet a két barát azon mód jó ízűen bekanalazott. Közben pedig mindegyre azt mondogatták egymásnak magyaros latinsággal, véri válet, vagyis hogy ez az étel bizony jó. A szolga tanulatlan ember lévén nem tudott latinul, ahogy akkoriban mondták, deákul, ezért azt hitte a fráterek magyarul beszélnek, így visszament a királyhoz, s azt jelentette neki. – Felséges uram, a barátok mindegyre azt mondják, hogy a lencse vérré vált bennük. Nagyot kacagott erre Mátyás király, egyfelől a szolga tudatlansága miatt, másfelől a barátok étvágyának megváltozása okán. Hogy aztán őtől eredte, vagy mástól, nem tudjuk, de az biztos, hogy hamarosan országszerte elterjedt a mondás. Vérré vált, mint barátban a lencse. Mátyás király és a szakállas asszony. Galeotto Márció, Mátyás király hírneves olasz történetírója, sok mindent lejegyzett urának mondásai közül. Az egyik ilyen volt, mikor is a király azt mondta: Három dolgot nem szeretek a világon: a szakállas asszonyt, a kétszer főzött levest, meg a megbékélt barátot. Galeotto a mondás értelmét is megírta. Azért nem szerette a király a szakállasasszonyt, mert abban mindig van valami férfiúság, ami erőszakossággá válhat. Azért nem szerette a kétszer főzött levest, mert az a sok főzés közben elveszti az ízét. A megbékélt barátot pedig azért nem, mert ha egy barát egyszer már ellenséggé vált, hiába békülünk meg vele újra, soha többé nem tudunk már benne annyira megbízni, mint annak előtte. Nem hiába volt bölcs király Mátyás király. Ezen mondása is bölcs, melynek igazát nap mint nap az élet bizonyítja.